köszöntelek a csatornámon. A mai videóban arról fogok beszélni, hogy miért nagyon fontos a kommunikáció. Az ismerkedésbe és az udvarlás folyamatában is miért fontos. Hát az első ilyen dolog, ugye csináltam már arról videót, hogy vannak régi udvarlás szerinti nők, meg vannak új udvarlás szerinti nők. A kettő igazából sokszor nem egyértelmű, mert van, amikor van olyan nőtípus, hogy mondjuk elvált, vagy éppen olyan dolgokon ment keresztül, mondjuk fiatalként is, hogy mind a kettő személyiség megvan a nőben. Tehát van egy régi udvarlás szerinti személyisége, meg van egy új udvarlás szerinti személyiség, és attól tehát pasi, meg férfi függő, hogy most éppen mi fog előjönni, meg nyilván ez sok mindennek az összetevője, de vannak konkrét ugye régi udvarlás szerinti nők, meg vannak konkrét új udvarlás szerinti nők, és ugye beszéltem már arról egy videómban, hogy illetve több olyan videóban már említettem, hogy a nők, tehát amikor egy szórakozó helyen vagy élőben, az akkor látod, hogy a nőnek a testbeszédét, hogy őszinte a nő, milyen a nő, komoly a nőnek az arca. Tehát, hogy ez mind olyan dolog, hogy élőben látod a nőket. Az interneten nem látod, csak irogatsz. Sokszor van olyan eset, hogy hiába azt hiszed, hogy egy komoly nő, mondjuk kamu, aki meg mondjuk kamu profilos, az meg például komoly nő, aztán ő abba átszázza, hogy nem minden hülye küldje neki a, mit tudom én, ezeket az internetes faszképeket, meg a hülyeségével bombázza, és akkor nyilván nője válogatja a dolgot, de egy a lényeg, hogy a nők, tehát a nőknek körülbelül a 85%-a az, tehát ugye úgy kommunikál, hogy a testbeszéddel. És marad a 15%, ami a verbális, tehát a beszédkészség, a például a hangszín, a hanglejtés, a nevetés, stb. Az a maradék 15%, de a 85% az, hogy a testével hogy kommunikál. És mi férfiak pedig átlagban olyan 60%, tehát a tudás, az ego, a beszélgetés, stb. És a maradék 40% pedig a nonverbális, tehát nálunk férfiaknál, az a maradék 40% az pedig a nonverbális visszajelzések, és ebben azt akarom mondani, hogy a nőnek, tehát így, hogy ezeket a hullámokat így, tehát a beszélgetés során, hogy például mennyire kellemes a hangod, tehát hogy mennyire férfias a hangod, milyen a gondolatmeneted, mennyire összetett a személyiséged, vagy például az a beszédkörnyezet, hogy mi az az első, amit elindít, tehát hogy mi az az első mondat, amit egy vadidegen nőnek mondasz. És ez nagyon sokat jelent. Azért jelent nagyon sokat, mert azt a nők látják, hogy te értelmes vagy, tehát egy komoly nő észre fogja venni, hogy te értelmes vagy. És lehet veled ismerkedni, lehet veled beszélgetni. Na most nagyon sok nőtől, akár a fiatalabbtól, akár az idősebb vagy az érett korosztályig, én olyan dolgokat, hát így a nők szájából hallottam, hogy az a baj a mai férfivel, hogy lusta, nem tud udvarolni, nem veszi észre a hibáit, nem akar változtatni rajta, és a másik olyan dolog, hogy nincsen a szexen kívül nagyon téma. És igazából ez ugye a nőket zavarja, mert a szex az egy intimitáshoz tartozik, kell róla beszélni párkapcsolatban, de az az intimitáshoz tartozik. Az nem olyan téma, hogy mondjuk az állatok, vagy a festészet, vagy mondjuk a különböző tájak, vagy például tudás, hírek, ilyen dolgok. Tehát az nem olyan téma, amiről beszélgetsz egy nővel. És az a baj, hogy nagyon sok férfinél nincs meg ez a kitartás, meg valamilyen szinten élőben, hogy egy nőt hogy tudjál fejbe elcsábítani. Tehát nagyon sok férfi ezt nem tudja elsajátítani, hogy milyen nőnek mit kellene mondani, hogy elinduljon ez az ismerkedési fázis, még hogyha nem is a nő kezdeményezte, és nem úgy kezdeményezze, hanem hogy mit tudom én, amiről már csináltam ugye videót, hogy odamész, és akkor megtapogatod, meg stb., mert nyilván akkor
tisztában vagy vele, hogy kilövöd az éjszakádat, mert eltávolítanak a kidobók, 2. Meg lesz a nőnek a véleménye rólad, 3. Nem tudhatod, hogy például aznap éjszaka, hogyha nem is sikerül egy ismerkedési fázis, még magadtól elveszed a lehetőséget, mert nem tudhatod, hogy ki figyel téged. Akár lehet, hogy egy olyan nő, akivel a buli végén tudsz ismerkedni. Tehát több okozati tényező, amiért ez problémás. De viszont, hogyha te normálisan mész oda, kellő távolságot tartva a nővel, és a beszédeddel fel tudod magadra vonni a figyelmét a nőnek, fel tudod a nőbe az érdeklődést kelteni, csak szimplán a beszédeddel. És utána a nő meg fog nézni, hogy te hogy néz ki a tested férfiként, hogy néz ki az arcod, a kezed, az összkisugázásod, tehát hogy mennyire tudod kifelé így magadból, tehát a férfiséget mennyire tudod így kifelé, tehát a férfiasságot, vagy magát a férfi kisugázás, hogy mennyire tudod belülről kifelé ezt így kimutatni a külvilágnak. És ezeket, hogyha egy olyan nőtípus fogsz ki, aki karakán, szeretne veled kacérkodni, vagy például komolyan gondolja, és akkor átveszi az irányítást, és hogyha esetleg kezdő is vagy, akkor úgy fogja levezényelni ezt az egész ismerkedést, hogy holott elhiteti veled, hogy te irányítasz, de igazából ő irányít. Mert élvezi, hogy veled ismerkedhet, mert azért a nők tudnak, tehát a komoly nők, azok tudnak különbséget tenni férfi és férfi között. Ennyit szerettem volna a mai videóba. Sziasztok!